Vince Zsoltot sikerei repítették Ausztráliába közel 20 éve. Azóta is reklámfilmekben, hollywoodi produkciókban, ausztrál sorozatokban szerepel, mégis akkor a legboldogabb, ha anyanyelvén szólalhat meg, a brisbane-i magyar színjátszó csoport tagjaként. Vince Zsolt 19 évesen csöppent a divatvilágba, 1989-ben egy német sportmárka indította el a karrierjét. Sikeres modellként érkezett az ausztrál kontinensre, s ma már nem csak statisztaként áll a kamerák elé, vagy lép a színpadra a brisbane-i magyar színtársulat tagjaként. Híre ment a társulatunknak, hogy itt Brisbane-ben működik egy magyar színház, ami egy kuriózum, hogy távol az anyaföldtől próbáljuk a magyar kultúrát életben tartani, és a magyar közösség számára előadásokat tartani. A Magyar Színtársulat 2018 végén turnézott az Óhazában Tamási Áron Hullámzó vőlegény című székely népi komédiájával. Felléptek többek között Hertelendi falván, Gödöllön, Rimaszombaton, Székelykeresztúrban, Nyárádszeredán és Farkaslakán. A turnéról dokumentumfilm is készült, az operatőr rendező Vladuc Zoltán végigkísérte a társulatot. Tudjuk, hogy nyelvében él a nemzet, és ez a magyarság megmaradásának az álloga, hogy beszéljük ezt a gyönyörű anyanyelvet, és adjuk tovább gyermekeinknek. Ez a küzdelem a diaszpórában tudjuk, hogy nagyon nehéz. És ezzel akarunk példát mutatni, erőt mutatni, hogy a Kárpát-medencében sem szabad ezt feladni. Amellett, hogy a lányaim ausztrál iskolába járnak, meg ott születtek, pár évet azért szerencsére Magyarországon tudtak óvodába járni, és később a Gold Coaston jártak a magyar iskolába, és így kerültem a csapatba és a színtársulatba, hogy az egyik tanítónéni, Horváth Gyöngyike megkérdezte, hogy nem érdekelne engem ez a szereplési lehetőség, aztán mondom, de érdekelne. Elhívtak egy olvasópróbára, és megfeleltem, bekerültem. Na most már jobban van. Na ide figyelj, elment Bodrogi úr, hogy tanítsa a sofőröket arra, hogyha valahova bemennek, köszönjenek. Vagy szerencsém. Na most már jobban. Zsolt nem csak a magyar társulat oszlopos tagja, ausztrál reklámfilmekben, hollywoodi produkciókban is szerepelt már. Egyik legemlékezetesebb forgatása az Elvis életét bemutató film volt, Tom Hanks főszereplésével, ami jövőre lesz majd látható a mozikban. Legutóbbi filmes munkája egy a 40-es évek fekete-fehér tudományos fantasztikus filmjeinek hangulatában készült mozi. Én vagyok én Captain Marcel szerepében vagyok, aki egy ilyen félig alkoholista hajós kapitány, aki igazán egy ilyen köztes figura, segít a tudósoknak, hogy eljussanak erre a szigetre, illetve várja a tudósokat, mikor el kell menni a szigetről. Nagyon szerettem Zsolttal dolgozni. Azokon a napokon, amikor az ő jeleneteit forgattuk, minden zöggenőmentesen zajlott. Szőkétől búcsúzok a barna haraszik, így hát az én szívem soha meg nem nyugszik. Két út áll előttem, melyikön induljak, kettő a szeretőm, melyiktől búcsúzzak. Zsolt életének fontos része a Rivalda fény, legyen az statiszta vagy mellékszerep filmen, de akár a színpadon is. Az igazi szerelem azonban számára mégis az, amikor anyanyelvén közvetítheti kultúráját, örökségét. Elsősorban lányai miatt, hogy ők is büszkék lehessenek magyar származásukra.